kapuk fűszaga, s vágyik maradni már itt mindörökre, mint ő. Úgy voltam a világban. Én tudtam, itt minden új, meg nem térő, páratlan, ritka, s múló fenomén. A lepke szár, azt mondtam, jól megnézze. Először és utolszor látod ezt. A jó baráttal borosztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggelig meg kéne hallom. És mindezt azért, mert folyton féltem a hajnaltól, melyen nem lesz barát. Se bor, se ébredés. Turek Miklós Faludi György verseiből összeállított este gazdagította a Gulág Magyarországon programot. Faludi maga is megjárta a magyar poklot, versei visszaadják mindazt, amit azok éltek át, akiket a diktatúra nem kívánatos személynek nyilvánított és embertelen körülmények közé zárt. A gulágról mindenki tudott vagy tudni vélt, de aki átélte és visszatért onnan, sok esetben soha nem mondta vagy mondhatta el mindazt, mit éltek át a táborban, a drótkerítéseken belül. Egy olyan emléksorozatot, egy emlékezés sorozatot indítson ebbe az évbe. Februárban kezdődött a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából kezdtük el, vagy indítottuk el az egészet, és az volt a cél, hogy minél több középiskolás és fiatal megismerkedjen el ezzel az időszakkal, tehát a kommunista diktatúrának ezen időszakával, hiszen 70 éve történt az, hogy 50 júliusában megnyitották a Recski kényszermunkatábort, és előtte és utána történt meg az, folyamatosan 53-ig hurcoltak el, nem csak a déli és a nyugati hatásából, hanem különböző városokból, községekből embereket, családokat. Tehát itt már nem csak az egyén volt a cél, hogy eltüntessük, hanem már családok. Tehát a család az pedig egy közösséget jelent már. Ez az Isten haza család hármas, ami az előző időszakokban jelképezte, illetve a maga a nemzet, ami az alkotó ereje volt a családnak, illetve a hazának. Tehát azzal az ideológiával, az internacionalizmussal is azzal, hogy minden közös címmel ezt így el akarták söpörni. Az, hogy a családokat, nem csak az egyéneket, hanem a családokat is lehetetlenné tették, hiszen elvették a házát, elvették a vagyonát, elvették mindenét. Sőt, hát több olyan család van, akiknek az életét, tehát a családfőnek az életén, illetve az, hogy 53-ban úgy engedik őket el, hogy titoktartással. Tehát aláíratnak minden szabadulóval, internáltal egy titoktartást, hogyha beszél róla, az állami titoknak minősül, amit ő ott megtudott, és hogyha beszél róla, akkor 10 évig terjedő börtönbüntetéssel lehet sújtani. Az internáláshoz az akkori törvények szerint ítélet sem kellett. Egy feljelentés sok esetben elég volt ahhoz, hogy valakit évekre eltüntessenek úgy, hogy a családja azt sem tudta, merre van, éle vagy meghalt. Egyszerűen egyfajta rosszindulatú szomszédi dologgal is be lehetett kerülni olyan helyzetbe, hogy onnan nem szabadul az ember. A ma számára az üzenet, hogy megismerjék ezt az időszakot, megismerjék a történéseket és azt a fajta ideológiát, amire az egész fölépül, illetve megvalósult, és hogy ne történjen meg sohasem. Tehát többet ne lehessen ilyet csinálni, ilyet tenni emberekkel, családokkal és egy nemzettel. Azokkal a fiatalokkal, akik ezt már nem tapasztalták, mert nem tapasztalták meg a diktatúrának a mienségét. Nem tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor sorba kell állni, és jeggyel csak azt kaphatsz, amit kaphatsz. Nem tapasztalták meg azt, hogy nem szabad mindent elmesélni otthon, hogy mi történt, vagy ha elmegyek a kocsmába, találkozom a barátaimmal, akkor be kell fognom a számot, mert ha bármi nem tetszik, akkor nem hangoztathatom, mert hogy belekerülhetek egy nagyon rossz helyzetbe, akár bevisznek a rendőrök magukkal, akár eltüntetnek engem. Tehát ezeket a dolgokat nem érték meg azt, hogy szabályozottan lehet könyvet olvasni, nem azt a videót vetítik, amit én szeretnék, tehát, vagy nem azt, ha valaki elment mondjuk egy moziba, mit látott, azt a híradót, amit a párt engedélyezett számára, és nem azt a filmet nézhette, amit éppen szeretett volna letölteni például. Tehát ők nem tudják azt, hogy az információ hír nélküli dolog és a szabályozott keretek között való élet az milyen. Az, amikor két évente egyszer el lehet menni beutalóval nyaralni. Azt, amikor engedélyeztetni kell azt, hogyha külföldre elmegyek, akkor milyen országban megyek, és egyáltalán engedélyezik-e, hogy elmehessek. Tehát ilyen nincsen ma.
Tehát ezeket azok a gyerekek nem tudják, hogy milyen az, hogy azok a fiatalok nem tudják azt, hogy mi az, hogy a diktatúrának a lét, amikor a mindennapi társadalmi létbe férkőzik be. A jelenlegi kutatások számos érdekességek tárnak föl, mondja Beng Barbara. Az egyik oldala maga a diktatúrának az oldala, a rendszer, hogy hogyan működött, hogyan akart eltüntetni mindent, de mégsem tüntette. A másik oldala az, hogy hogyan szenvedte ezt el az egyén, illetve fel tudja, vagy nem tudta feldolgozni teljes mértékben, hogy a családja tud-e róla, vagy nem. Tehát nagyon sok esetben találkoztam olyan emberrel, aki megélte az internálást, és a családja a történeteket az én felvételeimből ismerte meg. Nem beszélt róla. Nagyon sok gyerek, tehát a gyerekek úgy nőttek fel, az unokák úgy nőttek fel, hogy mindig valami lappangó titok mégis ott van a háttérben, és hogy volt egy interjúm, tehát a kislány volt még, amikor az édesapját elhurcolták, és Recskre vitték a Recski internáló táborba. Nem tudta, hogy hol van az édesapja, azt tudta, hogy a 60-as, 70-es években, hogy a Recsk szó az valami rosszat jelent. Tehát Nem osztották meg vele a szülők, hogy mi történt ott és mi nem, mert az édesapja soha nem osztotta meg velük, de az a gyerek mindig érzi, hogyha nem stimmel valami. És ezt a családok megsínylették. Nagyon sok család ment tönkre, nagyon sok család ment szét, hiszen az a titok, az ami ott lappangott, azt nem lehetett megosztani. A gulág története ma sem része az újkori történelem tanításnak, mondja Filóné Ferenci Bolya polgármester. Nem mostanában érettségiztem, 35 évvel ezelőtt volt, de akkor mi nem tanultunk 20. századi magyar történelmet, és sajnos, ha jól tudom, és szerintem nem tévedek, eltelt 35 év, és ma sem része a történelemkönyveknek ez a fejezete a magyar történelemnek, úgyhogy mindig időszerű, sosem késő erről ismerni és olvasni. E verset nem magam szereztem. Csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelenre múzsán, a halál félelem. Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kózáltam, két kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szelétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre szállott mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak, két üres kezemet kitártam. Ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is. Meg döglégy, én is szemétládában élek. És így nyalom az elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes.